Idén sem hervadnak el a pántlikások. A néptánc együttes tagjait ezúttal a Kanizsa Centrum parkolójában locsolták meg a húsvéti mulatságon. Zöld az erdő, zöld a páfrány, meglocsollak házi sárkány. Köszönöm, hogy köszöntöttél, rózsavízzel megöntöztél. Én is köszöntelek téged, egy tojás a fizetséged. Sok éves hagyomány már a locsolkodás a néptánc együttes tagjainál, ezt általában több helyszínen is megtartják húsvét hétfőn. Idén az egyik helyi cukrászda is otthont adott az eseménynek. Évek óta ugye csináljuk a locsolkodást, mivel szeretnénk, hogy ezt a hagyományt az utókor is, a fiatal generáció is megismerje. Mi ilyen, Több helyre el szoktunk menni. Most jelenleg azért vagyunk a Gerőc cukrászdánál, mert az egyik táncosunk a Gerőc cukrászda műhelyébe dolgozik. Oda minden éven el szoktunk menni, és itt a cukrászdás lányok már szerették volna, hogy őket is meglocsoljuk, reklamáltak. Manapság már a modern, könlivel vagy parfümmel történő locsolás számít elterjedtnek, a néptáncosok azonban tartják a régi hagyományokat. Ugye ez a locsolkodás vízzel történt a múlt időkben, de jelenleg inkább a kölni víz, ami szokásossá vált. Hát mi kicsit megpróbáljuk most a régi hagyományt, a vízes locsolkodást megmutatni, és remélem, hogy tetszik a nyilvánosságnak. A locsolkodás mellett táncos előadással is várták az érdeklődőket a helyszínen, majd több állomáson is hirdették a népszokás fontosságát.